Sziasztok! Folytatjuk tovább sorozatunkat, online hackelget, és megyünk bujócskázni. Na, közben találtam is már magunknak egy ellenfelet. Nagyon gyenge, azt írja róla, és plusz 222-t szerezhetünk érte. Hát elfogadjuk, és akkor meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni a dolog. De nem. Nem sikerült, úgy látszik, bemennünk hozzá. És keresünk helyette másikat. Ő szintén nagyon gyenge, viszont alig kapunk érte pontot. Ezért újat. Keressen újat nekünk. Na, ő tökéletes lesz. Csuro. 25-25. Elfogadjuk. Remélem hozzá már be fog engedni. Úgy néz ki, mint hogyha autópályán lenne. Majd mindjárt meglátjuk. És pont autóban van. Szuper. Mi meg nem kaptunk autót. Nekem úgy kell lopnom egyet. Taxi! Taxi! Na, vigyázzál! Másik taxi is már! Na! Éppen megyek! Megyek meghekkelni ezt a másik srácot! Én időre megyek! Gyorsan! Ó, ha jön velünk szembe! Majdnem belementem hátulról, szuper. Én csak egy taxis NPC vagyok, salala. Látom, a célpont bemérve. Most már csak. Kezdés. Vágjunk bele! Na, itt valahol fel lehet-e mászni? Kérdés. Ez itt a nagy kérdés. Hogy el tudnék-e oda bújni? Tökéletes! Micsoda búvóhely! A fenébe. Ott a kamera. Ami észrevesz bennünket. De talán így, így talán nem. Nézzük csak meg. Ó, hát rá se lehet látni. Ó, micsoda búvó helyet találtam. Ez igen, bujócska király. Talán még egy áramszünetet is be tudnánk iktatni, hogyha nagyon szeretnénk. Azért belemegyek vissza a kamerába. Hogy megnézem, hogy keres-e egyáltalán itt az emberkénk minket. Ott van másik kamera, de az már hatótávolságon kívül van. Hogy látszik, nem keres bennünket. Legalábbis én nem látom, hogy keresne. Semmi mozgás nincs ott kint. Csak sima NPC-k. Na! Itt van a gyerek! Ő is szerintem belenézett. Kamerába, és azt figyeli, hogy merre lehetek.
Na mi van, srác? Nem vagyok meg? Amatőr csillagász, azt írja róla. Az azt fel akarja robbantani. De áramszünet. Nem? Na mi van, meggondoltad magad? Így gyerek. Téged behekkeltelek nagyon keményen. Szeretem a bujócskát. Mi is tudod a búvahelyet találtam magamnak? És kaptunk 220-on. Nem. Csak 196 pontot. Pedig azt hittem, hogy 222. Ugye annyit írt ki nekünk elsőnek. Ja, most ment még. Addig nem is tudok keresni magamnak másik játékost. Elmegyek a bankautomatához. És akkor leveszem azt a pénzt, ami eddig összegyűlt. Hát, ja, elég sok pénzem van. Ugye már mire nagyon nem tudom használni. Itt a taxink. Ezzel érkeztünk meg a bujócska helyszínére. Addig bemegyünk, és mindjárt végez itt az adatok mentésével. Na rendben, kereshetjük a következőt. Na, ki lesz a következő áldozatunk? Ki szeretne bujócskázni itt, Remonda? Na, ide nem tudsz fölmászni? Aiden, miért nem tudsz fölmászni? Hát, csak plusz 99-et kapnánk érte. Mindegy, fogadjuk el. Elfogadjuk, kipróbáljuk, megnézzük, mi a helyzet vele. Azért szerencse is kell ahhoz, hogy jó búvóhelyet találjunk magunknak. Óha, nagyon nem jó helyen vagyunk. Célpontra vérdiat tűztek ki. Sajnos ez itt egy eléggé kihalt vidék. Még autók is alig mászkálnak, láthatjátok. Nem kérek bocsánatot. Csak kicsit meglöktelek. Na, elindulok akkor a célpontunk felé. Ő már gyalogosan közelíti meg a célját. Nem tudom, hogy ő hova igyekszik éppenséggel. Most valamiért úgy érzem, hogy ebből nem lesz sikersztori. Tehát... nagyon nem lehet elbújni. Az a nagy probléma. Most elindult ő visszafele. Oké. Én pedig eljövök ide. Kezdjük el. Aha. Szóval ide nem tudok bemenni, csak küldetések alkalmával? Vagy mindjárt kiderül. Hát ez nagyon úgy néz ki, hogy ezt benéztem. Jaj, nekem. Fenébe. Én ezt benéztem. Jajajajaj. Vagy lehet? Várjunk csak. Ott futott a srác. Ó, jaj. Jaj nekem.
Még csak el se bújtam. Aztán már jön. Most itt felém fut. Igen. Lalalala, nehogy ide jöjjön. A fenébe! Ezt nem hiszem el! Ugye ilyenkor én nem tudom lelőni őt hiába, így próbálkozok vele. Láttátok, hogy nem tudtam sebezni. Azt hittem be lehet menni ide az épületbe, mivel egy küldetés alkalmával simán be tudtam mászni oda. Be lehetett menni, kinyitni a kaput, és mondom ott bent elbújok, mert ott van egy csomó szoba. Nagyon könnyen el tudok bújni. Erre nem. Lehet, hogy mégis inkább ki kellett volna menni ott abból a körzetből egy kis időre. Na nem baj, keresünk másik embert, akihez betörünk most. Jövő City Hotspot. És nézzük meg, lehet, hogy mégis be lehetem ide jutni valahogy. Csak nekem nem sikerült? Nem. Úgy néz ki, hogy nem. Keresek másikat. Ő is szintén erős. Milyen ellenfeleket dobál ez most nekem? Vagy lehet, hogy motorral be is lehetett volna ugratni, bár ezt nem tudom. Megnézem, mi a helyzet itt a másik oldalt. Aztán, hogyha esetleg legközelebb ilyen adódna, akkor most már azt is tudom, hogy be lehet-e menni, vagy sem. Ó, keres újat nekünk. Inkább keressen. Ő megint erős játékos, nem? És itt simán fölmászni. Átlagos játékos, nem? Nem. Nem lehet bemászni. Hiába próbálkozok vele. Vagy esetleg, hogyha autóval oda parkolnék a kerítés mellé, és akkor úgy rámásznék az autóra, majd pedig az autóról be tudnék ugrani. Nem tudom, hogy a motor megfelel-e ennek most. Nem. A motor nem jó neki. Lehet, hogy autóval se engedné. Na mindegy. Most már megtanultam akkor, hogy ide se jövök többet, így hekkelgetni, meg bujócskázni. Hol tudtam volna elbújni? Sehol se. Itt a szakadék szélén. Na, ez is gyenge hely lett volna. Találtunk egy játékost, aki megfelel most számunkra, és akkor ellene fogunk bujócskázni. Nézzük, merre található. És gyalogosan van, rajta is vérdíj. Nézzük, a város melyik részén találjuk. Ha most éppenséggel pont motorra ült emberünk,
Ne. Hamarosan el is kezdem akkor a hekkelését. Itt van alattam. Én fölé megyek egy kicsit. Ajaj, itt egy kamera is kapásból. Ami nem jó számunkra. Megvárom, még elmegy így a látókörömből. És most indulhat. És ott a sarok nekem tökéletesen meg fog felelni. Remélem, hogy ide nem lát. Na ne, ott futkározott, pont. Ez még jobb hely. Itt már biztosan nem fog észrevenni bennünket. Most innen meg nem látom a kamerát, az a problémám. Nem tudom őt figyelni. Hát jó, egy kis részét belátom az útnak. Hogy mi a helyzet vele. De egyelőre nem itt keres bennünket. Szerencsére fönt a sínen se. De hogyha itt fönt jönne, akkor bajok lennének bizony. %50 most még kisebb lesz a kör. Egyre kisebb és kisebb a hely, ahol keresnie kell bennünket. És még csak 60%-nál tartunk. Fuha. Vajon megtalál vagy nem? Azt hittem, hogy ő futott len. Nem, az ott esetleg. Lehetséges, hogy ő volt az. Igen, ott fut fölfele valaki. %80 Hát igen, így annyira nem izgalmas, hogy... Nem nagyon látom emberünket. Most ott leugrott. Ott keresgél megint. 90%. És egyelőre semmi. 94%. Gyerünk! Meg lesz ez! Megcsináltuk! Jajjaj! Jóhúj! Itt volt előttem pont az utolsó másodpercben. Hú. Na nézzük, mi az állás. Kaptunk érte plusz 70-et. Majdnem. Hogyha még lett volna ott egy 20% vissza, akkor szerintem biztos megtalált volna bennünket. Nem sokon múlott. A végén én is véletlenül kiugrottam a fedezékből. Hopp, ebből víz lesz. Igen. Gondoltam. Éreztem, hogy beleesik itt a vízbe. Online megbízás, és akkor keresünk újabb célpontot. I feel so loose and limber, you know?
Na, valaki. És igen. Itt egy olyan ember, aki szeretne velünk fogocskázni, vagyis bujócskázni. Elfogadom. Átlagos volt a védelmi szintje, de ez nem baj. Semmi gond. Bepróbálkozunk nála, meglátjuk, hogy milyen lesz az ellenfél. Ó, éppenség egy gyalog van. AFK. Nem AFK. Ugorj le. Aha. Hát, ám legyen. Jó, nekem megfelel ez a búvóhely. Ez sajnos annyira... nem jó. Itt megy egy doboz. Sebezhetőség észlelve. Internetes bloggerrel van dolgunk. Azt hittem észrevett. Jaj, ott megy! Ott ment előttem! Motorral ott ment el éppenséggel. Fú, közel volt. Úgy fel kell készülnünk arra, hogyha menekülni kell. Akkor melyik irányba indulunk el? Nem tudom, fölfel a lépcsőn. Na mindjárt megvan az 50%, a felénél leszünk. Jó, nem mozgok. Inkább. Jaj, azt hittem, hogy ő fut ide felém. Remélem csak az NPC-k járkálgatnak itt, meg ők törik zúzzák a maradék korlátot. Gyerünk, ezt már kibírom, most már csak alig van hátra, 35%. Ne hagyd, hogy a célpont megprofilozzon, nem hagyom. Nem én, nem biza. Jó játék ez a bujócska. Az a baj, nem látom őt. Nem, az csak sima NPC. Ott van, láttam az előbb a csikokat. Aha, ott fönn nézegelődik. A kamerába, azt hiszem. 92-93. Gyerünk, gyerünk, még 5%. Gyerünk. Még. 2. 1. És... megvan! Fú! Megvolt. Na, itt fönt keresett bennünket. Úgy valahol erre itt járkált. És akkor ott van fönn a kamera, azt láttam, igen, hogy ebben nézelődött nagyon. És nem fordította el. Te Isten, pedig hogy rá lehet látni? És akkor itt nézte az embereket. Nem hacker, nem hacker, nem hacker. Még egy belefér. Még egy hackelgetés. Még egy bujócskát beleiktatunk a videóba. Na, eddig jól állunk végül is. Egyetlen egy hackelés nem sikerült megvalósítanunk. Az ön megtartóztatás szószólója. Roberts Bella. Ez igen. És erre még nem tudok fölmászni. Ja, hogy csak így simán föl. Fölsétálok rajta, persze.
Elfogadjuk. Na nézzük, mi a helyzet vele. Azt írta róla egy gyenge játékos. Mindjárt kiderül. Ó, gyalogosan van. Célpontra vérdiat tűztek ki. Gondolom emberként éppenséggel... Aha, ismerem ezt a területet. Itt van egy ilyen... állomás. Ezt hozzuk le a liftet. Nehogy észrevegyen bennünket. Ez igen. Elsétált mellettünk. Tehát, kezdjük meg itt a hekkelést. Az a baj, hogy itt rengeteg kamera van. Amikre oda kell figyelnünk nagyon. Kapásból ott is egy kamera. Ezen keresztül mi megnézni fogjuk emberünket. Na ne! Már jön ide! Akkor mi lefele megyünk. Hó, micsoda hely! Ó! Én csak egy NPC vagyok itt a teraszon. Már fenében nem vagyok NPC! Nem vagyok NPC, hacker vagyok. Fenébe pedig majdnem elhitte, hogy én NPC vagyok. Utánam tud lőni? Igen. Sajnos utánam tud lőni. Jajjaj. Autót szeretnék, autót. Ó, micsoda gépsas van itt. Tökéletes. Szállj be, Aiden. Indíts. Viszlát. Azért meglépek. Meg fogok lépni előle. Jó, nem baj, néhány civil ott marad. A cél érdekében. Hét. Ez az. Meg lesz, elmenekülök. És kaptam érte valami kis összenetet, láthatjátok, hogy 25 pontot kaptam ezért a menekülésért. Pedig nagyon elhittem, hogy NPC vagyok. A srác is egy pillanatra, láttam, hogy ott megállt. Ez NPC? Nem, nézzük csak meg profilozóval. Óha, ez nem NPC, ez bizony hacker. Aztán úsgyi utána. Na hát akkor, megint egy izgalmas bujócskával volt itt vége a videónak. Ja, fölöklek. Hamarosan érkezünk még több videóval, megyünk és bujócskázunk még többet itt a Watch Dogs-ba. Fölvívunk online-ra és megyünk, hackelgetjük az embereket. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, és akkor további jó játékot nektek is, meg jó hackelgetést. Sziasztok!